Megmondom őszintén, szégyeltem magamat a pálya szélen. Van itt sok minden a háttérben, amiről idő fog jönni, mikor fogunk beszélni, de a teljesítmény a mai napon a pályán nagyon gyenge volt, és MTK megérdemelte győzelmet. Gyirmóti teljesítményt azt nem tudom hova tenni, tehát ez egy teljesen a semmiből jövő, rendkívül gyenge teljesítmény volt a csapat részéről. Az sokat jelentett, hogyha a két vezér visszatér a pályára, a Kanta Józs és a Torgeles Anyi, láttuk, hogy mit jelentenek a csapatnak, ez biztos, hogy sokat lendített rajtunk. Azt a mérkőzést nagyon gyorsan el kellett felejtenünk, és az az igazság, hogy hétfőtől csak ezzel a mérkőzéssel foglalkoztunk.